Az Altaripa Szabadidőparkban rendezték meg hétvégén az idei Bárka Fesztivál Tolnán. A hagyományoktól eltérően idén, szeptemberben tartották meg a korábban megszokott augusztusi időpont helyett, de ez hangulat és látogatottság szempontjából sem okozott gondot. Szombaton délelőtt két olyan programmal is készültek a szervezők, ahol minden korosztály megtalálhatta a saját érdeklődésének megfelelő szórakozást. A hagyományos halászléfőző versenyre nem kevesebb, mint 33 csapat nevezett, köztük 40-50 fős társaságok is. Tolnai halászlét főzünk, amit azért egy városi kedvenc az embereknél. Ahány bogács annyiféle lesz valószínűleg, főzünk egy erőset, egy csípőset, amit sokan szeretnek. Ha egy vendéget igazán meg akarnak tisztelni a városban, akkor halat főznek neki. Ha valamit nagyon meg akarnak ünnepelni, akkor is. Helybéli becslések szerint az itt élők minimum háromszor annyi halat esznek, mint az országos átlag. Titkos dolgunk nincsen. Ez tolnai halászlé, az a titok benne. Mint ahogy szokták mondani egy Tolnán, hogy mit főzzek, akkor főzzünk halat. Na hát ez van. Én tolnai halásznevet. Mözsihek vagyunk, de hát Tolnához tartozunk. Én tolnai halásznevet főzek. A park másik oldalán a Dunamenti Polgári Egyesület gyermekpiknik és családi nap eseményei folytak. Ezen a programon a térségből 15 település képviseltette magát, mintegy 400 résztvevővel. Egyesületünk relatíve fiatal, 2020 őszén alakítottuk azzal a céllal, hogy Szekszárd és térségében helyi közösségeknek kulturális programokat, hagyományőrző programokat, alapvetően a családoknak összetartó, közösségépítő programokat szervezünk, ugye a meglévő kulturális értékeinket próbáljuk meg tovább örökíteni. Mindemellett 2021-től egy másik nagyon fontos feladatot is felvállaltunk, egyesületünk a a Vármegyei Civil Központ. Ez röviden azt jelenti, hogy a Vármegye valamennyi civil szervezetének ingyenes szaktanácsadást nyújtunk több területen, úgy pénzügyi, jogi, pályázással kapcsolatos területen, közérdekű munkával kapcsolatos kérdésekben, adományozással kapcsolatos kérdésekben. Ehhez egyébként Szekszárdon egy irodát is működtetünk. A gazdag kínálatú gyermekprogramok mellett a felnőttek bográcsolással és jó hangulatú beszélgetéssel mulatták az időt. Az igazán szerencsés ínyencek pedig olyan különleges ételt is kóstolhattak, mint a vegyes pörkölt képviselő és főispánmódra. Ugyanis Horváth István országgyűlési képviselő és Horváth Kálmán főispán is a szakácsok között volt. Ez egy nagyon komoly kihívás a halászléfőző verseny zsűri tagjának lenni, főleg itt Tolnán, ahol nagy hagyománya van a halászléfőzésnek. Hát azt gondolom, hogy majd összeül a zsűri, és olyan szempontokat fogunk majd meghatározni, amik relatív objektívek. Tehát, hogy milyen a színe, milyen az állaga, milyen a sója, szét van-e főve a hal, vagy nincs-e szét főve a hal. És hát nyilván ezek az objektíven kívül minden főzőmesternek megvan a maga specialitása, ezért majd lesznek valószínűleg szubjektív elemek is. De hát most még én is előtte vagyok ennek a nagy kihívásnak, több mint 30 halászlét kell majd kóstolnunk, végén majd kiderül, hogy hogy fogjuk bírni, és a most elképzelt menetrend ez hogyan fog adott esetben változni, vagy hogyan fogunk ennek megfelelően haladni. Horváth Istvánnak a halfőző verseny zsűrizésére is maradt energiája, Schwebel János és Bajor László társaságában. Az kétségtelen, hogy ez egy nagyon nagy és nagyon sikeres rendezvény a városnak, és nem csak a városban élők, hanem elszármazottak, vagy a környéken élő településsel élők is látogatják a fesztivált. És nem csak a programokban, hanem úgy tűnik, hogy nagyon sikeres az idén a halászléfőző verseny is, hiszen, ha jól tudom, 33 csapat nevezett, tehát legalább ennyi bográcsban fő a hal. Tolnának, mint itt a dunamenti településeknek nagyon fontos étele a halászlé, és én kíváncsian várom, hogy ki lesz a győztes, hiszen itt a környéken azért mindenki ugyanúgy főzi a halászlét. A legjobbnak Tóth Balázs főztjét ítélték, második lett Kapfinger Bence, harmadik a Belu csapata. Külön díjat kapott Tiringer János, valamint halpörkölt kategóriában az unokatesó gárdája.